Hagyományőrző jelleggel emlékezett meg idén is Szerencs városa az 1605. április 17-e és 20-a között megtartott fejedelemválasztó országgyűlés évfordulójáról, április 20-án. A település önkormányzata különböző programokkal kedveskedett ebből az alkalomból a helybélieknek. Különleges nap április 20-a a szerencsiek életében, hiszen 412 évvel ezelőtt itt tartották azt az országgyűlést, ahol Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választották. A szokásoknak megfelelően zászlóvivők felvezetésével vonultak a Kossuth térre, ahol az önkormányzatok, a testvérvárosok és az intézmények képviselői helyezték el Bocskai István emlékszobránál a virágokat. A koszorúzás utána megjelentek, a református templomba vonultak, ahol Gál András, a katolikus gimnázium igazgatója fejezte ki gondolatait Bocskairól, akinek fontos szerepe volt hazánk történelmében. Ezt követően Balázs Pál lelkész kapta meg a szót, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy a fejedelem minden cselekedetében az ország érdekeit tartotta szem előtt. Az ünnepi megemlékezés után a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai versekkel és énekekkel emlékeztek meg Bocskai Istvánról. A program Szerencsváros önkormányzat képviselő testületének ünnepi ülésével folytatódott a Rákóczi Vár színház termében. Az eseményen a település testvérvárosai, Nyárád Szereda és Rozsnyó küldöttségei is részt vettek. Koncz Ferenc Szerencs vezetője emlékeztetett arra, hogy 20. esztendeje annak, hogy megünneplik a városnapját. A polgármester szerint egy város, ha csak tömegből él, akkor nem biztos, hogy élő város. Ahhoz, hogy egy város éljen, ahhoz szükség van a városnak a lelkére, tette hozzá Koncz Ferenc. Az ünnepi gondolatok után dr. Ladányi Márta felelős helyettes államtitkár örömét fejezte ki, hogy részt vehet Szerencs városnapján. Az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a cél az egészségfejlesztés és csak haladás, előrelépés útján lehet megelőzni a betegségeket. A beszédet követően Koncz Ferenc próúrbe Szerencs kitüntetést adományozott Jávorkai Jánosnak és Szabó Imrénének, valamint Szerencsváros közszolgálatáért elismerésben részesült Csorba István és Kis Istvánné. A Borsodabói Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlése a Herman Lajos kamarai díj Szerencs címet Jósvai Jánosnak, a kamara szerencsi képviseletének volt vezetőjének ítélte oda. A kitüntetettek kiemelkedően hasznos munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez.